Első ütemben a Pálházat elkibánya mintegy 2 milliárd forint értékben, majd azt követően 1,5 milliárd forintnyi forrásból a Sátoraljaújhely Pálháza útszakasz felújítása valósul meg. Dr. Hörcsik Richárd Abóüzemplén országgyűlési képviselője a közelmúltban jelentette ezt be. Pejker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abóüzemplén megyei igazgatója híradónknak elmondta, a háttérben már zajlanak az előkészítő munkálatok. A Magyar Közút a terveztetésre a közbeszerzési eljárást lefolytatta. A szerződés kötés hamarosan meg fog történni két tervezővel, és nagy valószínűséggel a év közepére elkészülhetnek a kiviteli tervek. Amint ezek a tervek rendelkezésre állnak, akkor szintén a Magyar Közút fogja elindítani a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást. Ez véleményem szerint olyan nyár végére meg lehet, és az év második felében, úgy gondolom, hogy szeptember-október környékén elkezdődhet a konkrét útfelújítás is. Ezt a tervet szeretnék tartani a szakemberek. Az említett szakaszokon összesen 23 kilométernyi közúthálózat fejlesztés valósul meg. Várhatóan félpályás útlezárás mellett zajlanak majd a munkálatok. El tudom mondani, hogy minden a tervek és a kormányhatározat szerint zajlik eddig, és reméljünk, hogy évvége felé akkor elkezdődnek a konkrét felújítások is. Igazából a közút az egész projektnek a lebonyolítója, a tervezéstől a kivitelező kiválasztásáig, illetve a műszaki ellenőrzés tartozik még majd hozzánk, de a konkrét munkát egy külsős kivitelező fogja végezni. Nem kátyúzási jellegű feladatokat fogunk végezni, hanem teljes pályaszerkezet megerősítését, méretezetten a útpatkát, a vízzel vezető rendszereket fel fogjuk újítani, új burkolati jelek kerülnek, jelzőtáblákat ki fogjuk cserélni, amelyik már erre megérett. Úgyhogy komplex felújítást tervezünk. A szakemberek már most arra hívják fel a figyelmet, hogy az útfelújítással járó munkálatok alatt az autósok türelmére lesz szükség.